Pécsen és Debrecenben is tarifaemelésre készülnek a taxisok. A folyamatosan emelkedő üzemanyagárak mellett a budapesti taxisok sem tudják tovább tartani a hatóságilag megszabott tarifákat, de a szabályozáson csak a főváros változtathat. A felek a héten ültek le tárgyalni, megoldás a közeljövőben várható. A vidéki taxitársaságoknak nincs hatóságilag meghatározott tarifájuk, ott a taxitársaságok vezetői dönthetnek. Az üzemanyag ára folyamatosan növekszik, a taxisofőrök pedig már több hete indokoltnak látják a tarifa megemelését. Egy híradónak nyilatkozó pécsi taxisofőr azt mondta, nem csak a benzin vagy a gázolaj drágulása áll annak hátterében, hogy emelni szeretnék a viteldíjakat. Nem csak az üzemanyag, a kötelező biztosítás, az autóalkatrészek, a szervizek mind felemelkedtek 20-30%-kal, úgyhogy sajnos követnünk kell nekünk is ezt a tendert. Egyelőre még nem tudjuk, hogy mennyit, de szükség lesz az emelésre. A jelenlegi helyzetet Debrecenben is nehéz fenntartani. Mi is elgondolkoztunk rajta, hogy az elkövetkezendő 1-2-3 héten belül tarifát vagy emelünk, mert most már nem tudjuk igazdálkodni azokat a költségeket, amiből fent tudjuk a taxi szolgáltatást tartani. Nem csak vidéken, hanem Budapesten is nehéz helyzetben vannak a taxisok. Az utóbbi napokban további áremelkedés történt. A benzin literenkénti átlagára jelenleg 506, a dízelé pedig 517 forint. A taxis szövetség elnöke azt mondta, nehéz a költségeket csökkenteni, mivel az új járművek vagy az alkatrészek beszerzése nem a fővárosi önkormányzat kompetenciája. A hatóságilag rögzített árképzés azonban igen. Ebben a héten egyeztettek a felek. A város azt kérte tőlünk, hogy egy szakmai bizottságot hozzunk létre, hogy előkészítsék ezeket a javaslatokat, és utána pedig valamilyen módon a következő hetekben valamilyen megoldást találjunk arra a problémára, hogy a költségeinkkel párhuzamosan valamilyen szinten a bevételeink is növekedjenek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke emlékeztetett, előbb 5 éve, utoljára pedig 2018-ban volt áremelkedés. Akkor 12%-kal nőtt a tarifa. Akkor Tarlós István főpolgármester azt mondta, az emelés 5 év után nem volt túlzó, és a díjemelés nem a főváros érdeke volt. Megjegyezte azt is, arra gondoltak, hogy ha az utazóközönség túl drágának találja a szolgáltatást, akkor majd sokkal kevesebben veszik igénybe, ez pedig a taxisok kockázata. Metál Zoltán hangsúlyozta, a legutóbbi emelés óta annyira megváltoztak a költségek, hogy haladéktalanul kompenzációra van szükség. Levélben kerestük az önkormányzatot, a taxisokkal folytatódó egyeztetés további részleteit szerettük volna megtudni, ám adásunkig nem kaptunk választ.